Egy, kettő. Nem oda. Ja, nem, ja, hogy ide? Ja, hogy oda? Hát szevasztok! Hát ott vagytok? Tényleg ott vagytok. Hát köszöntök mindenkit szeretettel, elindult a Restart. Szokás szerint élőben követhettek bennünket. Mai szárny segédem, mutasd a szárnyaidat, Gergő. Hát igen, Gergő lesz, igen, ő lesz Gergő. Ő fogja a telefonokat kezelni, illetve a mellettem lévő hangpultot, képpultot technikailag bonyolítani az adást. Mostan új a srác, egész jól csinálja, úgyhogy megvan az utódom. No kérem szépen, a műsor ugye élő, tehát van lehetőségetek kérdezni, beleszólni, már amennyiben ugye 7 és 8 között nézitek, úgyhogy reméljük, hogy sokan választottátok most is a Fix TV-nek az ő képernyőjét, vagyis hát a ti képernyőtöket, amin mi megyünk, remélhetőleg, vagy hát ugye táblagépen, okos tévén, mi ez, okos telefonon, hol lehet még minket nézni, Gergő? Hát neked személyesen is, de hát te kiváltságos vagy ilyen szinten. Na mindegy, én meg a tükörben is szoktam magamat néha látni, de ez most megint csak mellékes, szokás szerint hírek jön, egy-két érdekesség, és utána ti jöttök, ígérem, ma röviden mondom el azt, amit hoztam nektek, de azért érdekes dolgokat hoztam, méghozzá képzeljétek el, megváltozik a Chrome böngésző dizájnja, és mindjárt mutatunk nektek képeket is, hogy hogyan fog kinézni. A Google hónapok óta dolgozik az új dizájnon, ami néhány héten belül mindenkinél bekapcsolódik majd. Jelenleg még a 49-es verzió számú Chrome fut a Mac-eken és a Windows-okon. Ez a Mac-eken, ez olyan hülye hangzik, mint hogyha valami kecske operációs rendszer. Mac-eken. Na mindegy, tehát Mac-en és Windows-on, ugye? Az ütemterv szerint pedig április 8-ától már mindenki az 51-es verziót fogja megkapni, hogy hova tűnt az 50-es, ne kérdezzétek. És a legnagyobb változás ebben a kinézete lesz, vagyis dizájnilag fog egy kicsit változni. Hát olyan nagyon nem egyébként, de majd mindjárt mutatom a képeket. A böngésző felső sávja áttetszővé fog válni, ami sokkal letisztultabb, a Safarihoz hasonló megjelenést fog eredményezni, bár a lapsor az OS X alatt jelenleg is felveszi a háttérnek a színét, a jövőben a háttérben futó videókat is lehet majd látni. Hát ez nagyon nagy újítás tényleg. Tehát, hogy ebben a felső sávban lássam a videót. Tehát ki az a hülye, aki néz egy videót és rátesz egy böngészőt? Tehát, hogy nem is értem. Egyébként meg ez szerintem nem csak Mac-en, ez Windows-on is így van. Tehát, hogyha úgy állítod be a témát, hogy átlátszó legyen, akkor átlátszó. Sőt, tovább megyek, ugye a Chrome-ban lehet skinezni, és ott is lehet átlátszó skint rátenni, már most is. Tehát igazából ez az újítás, ez csak egy ilyen formális, illetve egy alapértelmezett megoldás lesz, de eddig is volt erre lehetőség. További változások. A jobb felső sarokban található a Google Chrome személyre szabását és beállításait lehetővé tévő gomb, amely szintén átalakul, a három csík helyett három pontot kell majd keresni, mekkora dizájnváltás, vagyis összhangban lesz a mobilos verzióban megjelenő menüvel, tehát innen fúj a szél egyébként, hogy kicsit a mobilos platformhoz szeretnék igazítani. A jövőben sokkal sötétebb tónust kap az inkognitó módban való böngészés, nálam már most is sötét tónusú. Emellett a Chrome-nak kiválasztott stílusa viszont megmarad. Hasonló árnyalatokban jelennek majd meg a fejlesztői eszközök is. Mindemellett számos egyéb területen is persze javít a felhasználó élményen a Google ideje, beleértve a beállításokat, azon belül is az előzmények, illetve a könyvjelző kezelése is változni fog. A böngésző új dizájnjának néhány eleme már azonban most is elérhető, ha valaki kíváncsi rá, hogyan fog kinézni. Akkor ugye a Chrome Canary verziót, vagyis a fejlesztői verzióját le tudja már most is tölteni, tehát van már ebből a Chrome-ból fönt egyébként, csak ezek ugye nem stabil verziók, lehetnek benne kisebb hibák. Na, egy-két kép akkor gyorsan, tehát az inkognitó mód az ilyen, de hát igazából nekem ez amúgy is ilyen, tehát nézzetek, csak most nyomok egy inkognitó módot, ugye Ctrl-Shift-N, és az nekem már most is ilyen. Tehát, hogy mi a különbség? Mindegy. Oké. Aztán itt mutatom, hogy még mire lehet számítani. Tehát ez az a bizonyos rész, amit átlátszóvá, áttetszővé fog kicsit válni. És ugye az előbb videóról beszéltünk, itt látszik, hogy mögötte megyen a videó. Hát tök jó, tényleg. Tehát, hogy ez az annyira hasznos, mert ott valaki abban a felső csíkban szeretne videót nézni áttetszőbe. Hát bízunk benne, hogy nem csak ezek lesznek az újítások, hanem amiket elmondtam, azokat is majd
ténylegesen bele fogják tenni. Aztán, ha már a Chrome változik, a Windows is változik. Hát ugye megint rengeteg hír van azzal kapcsolatban, hogy mindenkinek települgetni akar az új Windows 10, erőszakoskodik. Sokan azt mondják, hogy nem lehet ütemezni, amit én mondjuk nem értem, hogy miért nem, mert nálam például tegnap volt egy frissítés, és nem indult ő újra magától, hanem feldobott egy ablakot, amiben én tudtam ütemezni, hogy én most akarom újraindítani, vagy beállíthatok egy időpontot neki, és igazából ez alapján indul nekem újra. Nem rögtön, mert valaki meg azt mondja, hát gondolom én alapbeállításokban, nem emlékszem már rá, hogy én átállítottam-e valamit, lehet, hogy alapbeállításokon, amikor ő úgy gondolja, újraindul, ami mondjuk abból a szempontból nem egészen hasznos dolog, mint hogy valaki tart egy prezentációt, vagy néz egy filmet, és egyszer csak újraindul a gép, tehát, vagy éppen dolgozik, mondjuk elmenti a beállításokat az újraindítás előtt, de hát akkor is, nehogy már ő, amikor úgy gondolja, frissítsen, ez valóban egy kicsikét idegesítő funkció, de most nem is erről lesz igazából szó, csak ugye ez az általános Windows-zal kapcsolatos, mostanában legtöbbet emlegetett hír vagy idegesítő rész, viszont képzeljétek el, hogy a következő Windows-ra azt mondja a Microsoft, hogy le fog esni az állunk tőle. Hát én szeretném azért a helyén maradna. A következő Redstone Code nevű Windows még közelében sincs ugyan annak, hogy készen legyen, a Microsoft a jelek szerint viszont gőzerőre kapcsolta a rendszer körüli hírverést keltő marketing gépezetet. Legalábbis erre utal a cég héten, arra utal, hogy a héten a cég több vezetője is áradozni kezdett a rendszerről, mindjárt szuperlatívuszokban beszélt róla. Végre elkezdhetek játszani a Windows 10 újdonságaival, el fogtok képedni, ha meglátjátok őket, ezt mondta például kicsit visszafogott módon Rich Turner, ugye a Windows csapat program menedzsere egy Twitter üzenetben. Ezek az újdonságok meg fognak változtatni mindent. Ez nem vicc, el sem tudjátok képzelni, emelt rá még egy lapáttal kollégája, Scott Hazelman, a Microsoft Azure program csoportjának vezető programmenedzsere, egy hasonló Twitter üzenetben, hozzátéve, hogy ő csak tudja, mert részt vesz ezeknek a kidolgozásában. Kicsit ilyen Steve Jobs-os feeling, ugye? Azt, tehát, hogy nem tudjuk mi az, meg nem, tehát lehet, hogy kés sincs, meg még egyáltalán nincs kész, ebben az esetben biztosra vehetjük, hogy még nincs kész, de az biztos, hogy tök jó lesz, tehát hogy az nem kérdés, hogy tök jó lesz. Azt ugyanakkor persze egyikük sem volt hajlandó elárulni, hogy pontosan mik is lesznek ezek az egetrengető újdonságok, amikről áradoznak. Ezek megismerésére a jelek szerint a március utolsó napjaiban a Build konferencia keretében fognak majd bővebb tájékoztatást adni, és hát akkor fogja a széles nyilvánosság előtt is leleplezni a Microsoft, ugye a Redstone-t, vagyis a következő Windows-t, ha lehet ezt így mondani, aminek igazából nem Windows 11, meg 12, meg mit tudom én, hanem a következő Windows, kész. Tehát ugye ezt már megbeszéltük, hogy nem nagyon lesz itt nagy valószínűséggel több verziószám, The Windows, illetve hát ez így nem is helyes, hogy The Windows, mert ugye több beszámban van, szóval csak simán Windows lesz, kész. Erre lehet számítani, aztán persze ki tudja, tehát itt Microsofték házatáján mindig van valami váratlan dolog is, ami közbe jöhet. Oké. Következő hírünk, örülhetnek a torrentezők, bár nem annyira, mert fizetniük kell, hát vagy büntetést, vagy pedig képzeljétek el, jön a fizetős torrent és a legális otthoni filmpremierek korszaka. Ezt jósolják legalábbis. Újféle mozizásra bátorítanak minket a hollywoodi filmrendezők. A Screening Room néven futó startup ugyanis $50 befizetés ellenében nappalinkba varázsolhatja a filmpremiereket. Hát logikus, hogy nem nálunk. Már nálunk azért sem, mert nem fog senki $50 kifizetni, érte, ebben én biztos vagyok. Bár ha kiszámoljuk, hogy ez mennyi pénz, azért az nem is... Nem? Hát azért az drága, Gergő. Hát szorosz fel, 200... Mennyi most a dollár? 280 környékén, hát szorosz föl. Azért ez igencsak 10 pár ezer forint, és hát ez nem egyszeri alkalom, hanem gondolom havonta vagy valahogy. De többféle ilyen árazás is van, mert mindjárt beszélünk róla. A Variety értesülései szerint Sean Parker, illetve Prem Akura, mi az? Akura vállalkozók, Screening Room néven futó ötlete már számos nagyobb nevet megnyert magának,
Peter Jackson, Steven Spielberg, Ron Howard mellett Martin Scorsese vagy éppen J.J. Abrahams is támogatja az ötletet. Az alapötlet egyszerűnek hangzik, a mozifilm premierek már az első vetítés napján is megvehetőek és megnézhetőek lehetnek. Nagyjából $50 egységáron, ehhez egy különlegesen titkosított $150-ban kerülő set-top boxot kell a felhasználóknak beszerezniük, a vásárlást követő 48 órán belül akárhányszor megnézhetik a filmet vagy filmeket. Az árban pedig két grátis mozijegy is szerepel, ha valaki úgy dönt, hogy másodjára mégsem a nappali van, hanem ténylegesen moziban szeretné megnézni az alkotást. Sean Parker nevét érdemes egyébként megjegyeznünk, ő volt a Napster nevű file cserélő egyik alapítója annak idején, illetve a Facebook első elnöke is. Továbbá ugye a Plexto, a Cozis, illetve az Airtime szolgáltatások alapítója, és ezeket annyira szerintem itt Magyarországon nem nagyon ismerik, nem is voltak azért annyira sikeresek. A vállalkozók szerint ötletük főként a családos középkorú célközönség körében fognak nagyot robbantani, életvitelük ugyanis nehezebbé, vagyis közel lehetetlenné teszi a moziba járást. Mindezek mellett pedig Peter Jackson is lándzsát vert, a rendezőt, a Variety már csak azért is elkapta, hogy 5 évvel ezelőtt pont egy hasonló ötlet ellen kelt ki, több mint 20-ad magával annó, ezért tiltakozott, hogy a mozifilmek premierjétől számított 2 hónap után ne lehessen megtekinteni semmilyen fizetős csatornán ezeket a megoldásokat, vagyis a filmeket csak és kizárólag moziban. Jackson indoklása szerint ezen véleménye ma is fennáll, hiszen egy ilyen üzleti döntés jelentősen rontaná a mozi bevételeket. Szerinte azonban a screening room célközönsége egyébként sem nagyon jár moziba, a jegyárakból pedig igen kedvező százalékos megosztást ígérnek a kitalálók. Tehát gyakorlatilag itt végülis tényleg arról beszélünk, mintha moziba menne, tehát annyiba kell, még drágább igazából, bár az Egyesült Államokban egyébként nagyjából annyibe kerül a mozizás, ha belegondolunk, hogy elmegy mondjuk valaki, vagy egy család mondjuk moziba, még a popcorn meg minden, hát $50 alatt biztos nem ússza meg egyébként, úgyhogy nagyjából így van. Hát egyébként ez is van itt a cikkben. Az ötlet meglepően kedvező visszhangot kapott egyébként a középkorú kommentelőktől. Egyesek szerint egy 4 tagú családnak 12,5 dollárra jön ki a jegy, ami egyáltalán nem számít rossznak. Mások szerint viszont igen, csak remekül hangzik, hogy $50 árért nem kell elviselni a mozi teremben semmilyen kellemetlenkedő alakot, és nincs semmi kötelező 3D premier sem. Megint mások annak örültek, hogy így még kevésbé van esélye annak, hogy olyas valakivel kerül egy terembe, aki mondjuk fegyverrel vonulna mozizni, mert hogy egyébként az amerikaiak ettől is félnek, hogy fordult már elő ugye ilyesmire, és nem is egyszer. És hát még jó, hogy nálunk ilyen nem. Én egyszer éltem át olyat, hogy az a Men in Black 2 esetében volt, ha jól emlékszem vissza, hogy gyerekek, harmadszorra tudtam megnézni a filmet, mert 2 bombariadó volt. Ráadásul az elsőnél már majdnem a film felénél jártunk, amikor így kiürítették a termet, meg ugye az egész plázát, mert én a plázának a mozitermében néztem. Hát mondom, ilyen nincs. Jó, oké, természetesen a jegyárat visszaadták, meg tudtuk nézni még egyszer. Hát nem másodszoros bombariadó volt, ott meg még közvetlen az elejénél. Hát mondom, ilyen nincs, ez a film nem akarja, hogy én megnézzem. És harmadszor egy teljesen másik helyen megnéztem. Tehát, hogy úgy voltam vele, hogy most már csak nem, tehát ilyen már nincsen. Úgyhogy vannak ilyen érdekességek, de mondjuk azért fegyverrel kicsit, mert most a bombariadó, hát ha nincs bomba, akkor még úgy nem azt mondom, hogy belefér, mert elég kellemetlen, de na mindegy, kanyarodjunk vissza az eredeti hírhez. Mások egyébként szintén az árnak örülnek, 2 ember és egy átlagos mozi büfé együtt $40 környékén van nagyjából, amúgy is. Tehát ha belegondolsz, egyébként tényleg jó drága a mozi egy, ha így nézzük. Tehát simán duplája vagy másfélszerese egyébként. Vagy mi az 2,5-szeres az itthoni áraknak. Csak így mondom, mert én jártam már az Egyesült Államokban moziban, és tényleg, tehát hogy így forintra átszámolva olyan, hát majdnem egy 5 rongyar a jegy, ha így nézzük. Hát itthon meg mennyi egy mozi egy? 2 rongy körül? Hát attól függ, 3, és az inkább 2 fölött van már szerintem. És az még a popcorn, tehát fejenként 3 rongy alatt nem ússza meg az ember 3,5 alatt szerintem. És akkor a 4 tagú család, ha ezt felszorzod, végül is az $50 az tényleg itt van.
tehát akár még meg is érheti, pláne hogyha ugye a gyereket is hozzászámoljuk, meg ha esetleg olyan gyerekről van szó, aki még kicsi és nem mert moziba, akkor babysittert kell ugye fogadni hozzá, hát vagy csak a nagymama nem vigyáz rá, tehát már rögtön ugye emelkednek az árak, tehát nem olcsó mozizni valóban egyébként. Az ötlet természetesen egyelőre csak ötlet szinten mozog, viszont többek között azért is, mert több irányból azért átmozgatná a filmipart, ugye főleg a jutalékok, a terjesztés, az időzítések tekintetében. Minden mellett a set-top boxok ugye felépítése, titkosítása is több kérdéses, tehát több kérdést vet föl. A rendszer üzemeltetése ugyanis azt jelenteni, hogy onnantól kezdve a filmek letölthetővé válnának, ugye? És hát azt ügyesen ki lehetne onnantól kezdve kapni ezekből a set-top boxokból, hát ugye ezért kell titkosítani, hogy ne lehessen, de hát ismerjük a bármi megjelenik, és rá egy hétre biztos, hogy már fel van törve, tehát ezeket a set-top boxokat is meg tudnák oldani ügyes hackerek, hogy ezek a filmek bizony akár 4K minőségben rögtön szippanthatóak legyenek a set-top boxról, onnantól kezdve meg semeddig nem tart egy bármilyen film megosztó vagy torrent megosztó oldalon, teljesen illegális formában is elérhetővé tenni ezeket, és innentől kezdve. Szóval azért ezt még azért át kell gondolni, úgyhogy az ötlet jó, mint szolgáltatás szerintem jó, hogy otthoni mozizás, ha már tényleg az ember nem szeret, vagy csomóan én sem szeretek egyébként bevallom őszintén moziba járni. Ne kérdezzétek miért, nem tudom, frusztrál az, hogy sok ember bennülsz, akkor otthon, nehogy Isten, ki kell menni, akkor az olyan ciki, és akkor otthon meg megállítom a filmet, elintézem a dolgomat, folytatom, stb. Kényelmes popcorn, otthon is több pattogtatni. Tehát, hogy én sem vagyok egy nagy moziba járó, ezt elárulom nektek. Tehát, hogy néha-néha persze, ha van egy jó film, akkor megnézem, vagy ha kijön, akkor megveszem, vagy kikölcsönzöm, ugye. Most már Netflixen is tényleg elég sok film van fönt például, és egyre több a magyar, hál' Istennek, tehát most már mi magyar felirattal vagy, némelyik szinkronosan is elérhető, ugye ez is fejlődik elég rendesen, úgyhogy bízunk benne, hogy azért itt a legalitás része az egyre erősebb lesz ennek a történetnek. Hát, de attól félek, attól azért nem félek, hogy mindenki legálisan fog torrentezni. Tehát, tehát igazából ez nem is annyira torrentezés, bár a technológiája nagy valószínűséggel, ha már ehhez hasonlítják, akkor erre hajaz. Jó, következő hírünk az pedig Steve Wozniakkal kapcsolatos, aki nem annyira lát fantáziát az Apple Watchban. Egyetértek vele, vagy legalábbis. De van egy cáfolati hírem is ezzel kapcsolatban, tehát rögtön ezután, csak hogy azért meg is cáfoljam rögtön, hogy milyen haszna lehet egy ilyen watchnak. De először nézzük, hogy mit mond Steve Wozniak. Ugye az Apple társalapítójának nem szíve csücske az Apple okos órája, szerinte az Apple már nem egy cég, amely megváltoztatná a világot, pláne hogyha már ugye ilyen viselhető kütyüket is kiad, tehát hogy teljesen változik. Ahhoz képest egyébként, hogy ő volt az, aki annak idején amennyire jól tudom, meg ugye a filmekből, meg a Steve Jobsnak a könyvéből, meg ilyenekből kiderül, hogy Steve Wozniak ugye inkább a nyílt forráskód, meg a nyíltabb rendszerek felé volt nyitottabb, még ugye Steve Jobs annan zárt rendszereket akart, és egyfajta ékszerként kezelte mindig az eszközeit, és ebben sosem értettek igazából egyet. Hát most is valami hasonló egyébként az álláspontja Woznak, ugye, hiszen így becézik. Az Apple társalapítója felemás érzelmeket táplál, tehát az Apple Watch karóra iránt. Szerinte a viselhető kütyű alása az Apple fő értékeit. Ezt egy kérdezfelelek eseményen árulta el egyébként. A felhasználóknak arról is beszélt, hogy mit gondol a virtuális valóságról és a titkosítási vitáról. Aggódom egy picit, imádom az Apple Watchomat, de a készülékkel az ékszerpiacra léptünk be, ahol egy óráért 500-1100 dollárt kell fizetnünk, attól függően, hogy mennyire fontos embernek tartjuk magunkat. A márka az egyetlen különbség, azonban a kiegészítőkben. Ez már nem az a cég, ami az Apple eredetileg volt, a cég, ami megváltoztatta a világot. Tehát ezek eléggé ilyen, marginális szavak konkrétan. A kérdés arra irányult egyébként eredetileg, hogy Wozniak mit gondol Tim Cook vezetéséről. Woz ugyan kritikus szavakkal illette az Apple Watchot, összességében azért szereti a céget, és örül annak, hogy Tim Cook a vezető.
Ezen kívül ugye kifejtette véleményét az Apple FBI között zajló titkosítási perről is. Életemben kétszer is írtam olyan kódot, amiket vírusként lehetett volna felhasználni, végül minden bitjüket eltüntettem. Ezek veszélyes dolgok, ha egy Apple termékbe olyan kód kerül, ami beengedi az embereket, valószínűleg rossz emberek fogják megtalálni az oda vezető utat. Jó beszél. Ugyanaz Apple még nem jelentette be saját virtuális valóság eszközét, Wozniak viszont nagyon üdvözli az új technológiát, kedvenc idei kütyüi között említi az Oculus Riftet. Olyan élmény, amit nem hiszel el. Így ezt mondta rá gyakorlatilag. Hát egyébként igen, tehát ez tényleg egy más világ, egy tényleg egy virtuális valóság, tehát nem véletlenül hívják így, tehát nagyon találó egyébként a név, nem tudom, hogy valaki próbáltál már közületek. Hát nekem csak egy régi típusút sikerült egy régi Oculus-t kipróbálnom, már az sem volt rossz. Csak azért mondjuk a felbontása meg ilyen, tehát még azért abban volt mit kifogásolni, de azt gondolom az újat még nem volt szerencsém kipróbálni, de kíváncsi lennék, mit tud. Vagy hát nem csak az Oculus, hát bármilyen, most már azért nagyon sok cég foglalkozik ugye ilyennel. Hát ez megint egy következő kategória, tehát hogy egyáltalán ez mennyire fog elterjedni a világban, az emberek között, és pontosan mire fogják használni, ez megint egy olyan dolog, hogy fantáziára van egyelőre bízva, a technológia úgy néz ki, hogy megy ebbe az irányba, csak jól kell kihasználni. Na, ennyi a hírek, úgyhogy indítom a Skype-ot, tudom Gergő, figyelmeztes, nagyon jól teszed egyébként, mindig elfelejtem elindítani, aztán itt a, vagy a kedves nézők figyelmeztetnek, vagy a kollégák, de megy a Skype, úgyhogy tessék hívni bennünket, tv.fixhd, lehet minket jelölni még, aki esetleg nem tette volna meg partnerként, mert hogy csak akkor van lehetőségetek igazából hívni bennünket, és hát telefonon is lehet hívni bennünket, ez pedig ugye a 4451349, ami most éppen olvasható a képernyőn, itt értek el, és akkor a Facebook oldalunk pedig a szokásos facebook.com/fixhd. Nézzük, mi van itt, amire esetlegesen válaszolni kellene. Szia, Mendi, telepítettem a Lumia 520-as telefonomra egy hónapja Windows 10-et a Windows Insider nevű programmal, és amióta az új oprendszer van rajta, nem kapok értesítést arról, ha SMS-em jön. Tudsz rá esetleg valamifele megoldást előre, és köszi, további sok sikert, jó a műsor. Köszönöm szépen, Bálint. Hát bevallom őszintén, annyira a Windows phone-okban vagy Windows 10-es telefonomban nem vagyok otthon, de azt tudom, hogy pont ilyen értesítési problémák voltak ám már vele. Tehát például nem csak hogy SMS-ek, bár erről így kimondottan nem hallottam, mert ez egy alapfunkció, azért ennek úgy kéne működnie. De mit tudom, ilyen Facebook értesítések nem megfelelően működnek rajta. Erre többen panaszkodtak, bár most az új Facebook frissítéssel elvileg ezt megoldották, ezt a problémát, hogy az SMS-ekről miért nem kapsz értesítést. Itt nem biztos egyébként, hogy a Windowsnak a hibája ez, hanem itt nem lehet, hogy úgy egyáltalán. Itt az a kérdés, hogy megjönnek az SMS-ek, csak nem értesít róla, vagy meg se jönnek az SMS-ek, mert azért az nagyon probléma, mert ott az lehet, hogy valami hálózati beállítás kérdése, tehát mit az SMS központszám nincs megadva, vagy valami ilyesmi is okozhatja ezt a problémát, illetve a beállításokba körbe kell nézni, mert elvileg ezek ugye kibekapcsolható funkciók minden operációs rendszeren, hogy milyen módon és hogyan kapjál róla értesítést, ki lehet kapcsolni az SMS értesítést. Tehát mondjuk leveszed róla a csengőhangot, és akkor nem értesít, magát az értesítési menüt, és most én Androidból indulok, ezeket mind ki lehet kapcsolni, bár értelmetlen, mert ugye akkor az ember nem tudja, ha jön SMS-e, de ezekre úgy lehet, hogy a beállítások környékén kéne körbenézned, illetve itt nem tudom, hogy az 520-asra már egyáltalán van végleges Windows 10, tehát hogy... Mert hogy Insider, ugye azt ne felejtsük el, hogy azok azért fejlesztői verziók, tehát ott simán előfordulhat, hogy nincs még minden rendben azzal az oprendszerrel, tehát ezért van az, és ugye ezt minden ilyen beta verzió, meg előzetes verziók esetében én is el szoktam mondani, hogy persze a különböző kiadók is felhívják erre a figyelmet, hogy lehetnek bizony problémák vele, hiszen még nem végleges rendszerről beszélünk. Tehát azért simán elképzelhető, hogy ez valami bug, de Szabi itt van velem, és ha minden igaz, neki Windows fonja van talán, és lehet, hogy tud is rá válaszolni. Szevasz, Szabi!
Szia Wendel, hogyha már így a Windows mobil 10 feljött, igen, egy 10 perce közzétett hírt szeretnék megosztani a nézőkkel, hogy bizony megérkezett a Windows 10 a Windows Phone-okra. Aha, de most már az összesre? Nem, van egy támogatottsági lista, amire egyelőre felkerül. Hát itt van egy jó pár telefon, ezt a hírt belinkelem neked, most lett az elmúlt pár percben közzétéve. És ugye az a lényeg, hogy a készülékeknek egy, a Lumia készülékek egy részére megérkezett a végleges Windows 10. Uh-huh. Jó. Ez ugye, hogyha fölmész a Microsoftnak a magyar oldalára, ez ott is fönt van, onnan láttam a hírt, és, uh-huh, és most a HVSV is ezt lehozta. De szóval, hogy az az egész lényeg, hogy megérkezett a végleges Windows 10 egyes készülékekre. Hát és ahogy látom, az 5-20-ra pont nem. Egyébként. Hát egyelőre még nem tudom, hogy a Microsoft mi alapján határozta meg ezt a listát, hogy most éppen ezt mire adja ki. Ezt megmutatjuk közben, amíg mondod, mert itt a lista, tehát hogyha valaki ezen készülékekkel rendelkezik, akkor gyakorlatilag már tudja a végleges verzióját is használni, tehát akkor a Windows 10-nek. Automatikusan értesít a rendszer egyébként, hogy elérhető és le tudod frissíteni? Nem, egy Microsoft Upgrade Advisor nevű alkalmazást kell letölteni, ami ellenőrzi, hogy a... Tehát, hogy lehet, hogy a listában van a készülék, de hogy még nem minden érkezett, aha, meg hozzá, hogyha esetleg szolgáltatós, vagy nem tudom mi alapján, de az ellenőrzi, hogy arra, tehát arra a típus számú készülékre is kiadták-e, és hogyha arra a típus számra megérkezett, akkor jönni fog a frissítés menüpontba elérhető lesz. Így van, tehát Microsoft Update Advisor, itt a weboldal egyébként, ahol el lehet érni, de az a cikk, amit az előbb mutattunk a HVSV-ről, abban is benne van, de egyébként itt van, tehát a Microsoft, windows.microsoft.com és per Windows 10, Windows 10 Mobile Upgrade Advisor, ott felső sorban lehet olvasni, erről a linkről lehet letölteni, de egyébként beírjátok, hogy Upgrade Advisor a keresőbe, biztos, hogy ide fog vezetni, innen le lehet tehát tölteni. Tehát én ezt kipróbáltam, és illetve hogyha beírod az Upgrade Advisorba, akkor ezt ki fogja hozni a store. Igen. Ami ugye van nekem is egy, hát egy alsó középkategóriásnak mondható 535-ös Lumiám, még nem frissítettem, viszont azt írta az Upgrade Advisor, hogy elérhető. Aha, és neked még... Insider-t használsz, vagy még csak nem, 8-as? Én nem használok semmi. Itt nekem a gyári 8.1 van mostaná, még mindig az van rajta, uh-huh, és most az Upgrade Advisor-ra fel fogom tenni a 10-et, hogy mégis milyen. Na, hát meg tudod ezt tenni, hát most már akkor mindenkinek csak ajánlani tudjuk, aki ezen készülékek valamelyikével rendelkezik, vagy ha mégsem találja a listában a készüléket, azért érdemes ezt az... Megpróbálni, ezért érdemes, hogy hát ha... Upgrade Advisor-t felrakni, hát hogyha mégis lefrissíti, mert ugye ezt gondolom én folyamatosan bővül egyébként ez a lista. Hát, bár túlságosan sokkal több Windows Phone-os készülék szerintem nincsen, de elképzelhető, hogy azért van egy-kettő, ami hiányzik a listából. Szabi, köszönöm! Én köszönöm, hogy hozzászólhattam. Oké, okay, hello, szia, hello, hello. No, kérem szépen. Tehát akkor ez a helyzet. Úgyhogy ezt tudom mondani Bálint neked is, hogy először is akkor az Insiderről én azt gondolom, hogy próbálj meg, ha lehet, frissíteni inkább a véglegesre, és akkor abban próbáld meg ezt az opciót megnézni. Van egy telefonálónk, vele folytatom, Lacit pedig felvesszük, de egy picit várj kérlek, Laci, jó, mert össze a telefonálónkkal diskurálok. Halihó, szia! Szia, Vendi, Lajos vagyok. Egy két napja beszéltünk, hogy így megvírusozott a viszonylag új laptopom. Aha. És kiderült, igazad volt, hogy egy program telepítette fel, nevezetesen a Daemon Tools volt az. Daemon Tools, Daemon. Én nem tudtam egyébként, mert megmondom, hogy kimaradt egy pár év így a Windows-os korszakból, egy androidos voltam, de most kénytelen voltam visszatérni. És ahogy Daemon Tools föltöztem, mint szégen, és akkor most egy utána olvastam, hogy hát ez egy hatalmas spyware malware trójai kapu így a gépre. Már most már megtanultam a leckét. Hát vagyis hát igazából, hogy... bocsánat, csak hogy a Daemon Tools ugye alapból arra való, hogy a nézők is tudják, aki esetleg nem tudná, hogy gyakorlatilag
úgynevezett virtuális DVD, meg CD, meg Blu-ray romokat lehet létrehozni adott könyvtárból, vagy akár ugye képfájlból, és akkor külön meghajtóként szerepel onnantól kezdve a Windowson belül. Erre való. Na most az, hogy az ember ezeket honnan tölti le, ugye ennek is többféle verzió van, Pro, meg Lite, meg nem tudom, és attól függ, hogy honnan szerzi be ezt a programot, azért vigyázzunk a telepítés során is, ugye szintén az ilyen toolbarokra, meg ilyenekre, mert tele van ilyenekkel, tehát tényleg úgy telepítsük, hogy azért mielőtt továbbokat nyomogatunk, nézzük meg, hogy miket pipálunk be, és ha lehet, akkor az összes pipát, ami olyan program plusz feltelepítendő program, azokat szedjük ki, hogy ne tegye föl, mert azzal jönnek be az ilyen programok például. Hát ilyen téren én tudatos, hogy mondjam, felhasználó vagyok, és hát ugye... mégis belefutottál, látod. Van ilyen pipa, akkor kivettem volna, de természetesen nem kérdezett meg. Aha, hát akkor viszont lehet, hogy valami, nem tudom, hogy melyik oldalról szedted le, a Demon Tools, nem tudom, hogy hirtelen ki a kiadója, de talán a hivatalos oldalról tölti le az ember, akkor lehet, hogy nem szed össze. Hát én neked. Azt gondoltam, hogy arról töltöttem le, de aha. Megmondom őszintén, annyira... Rengeteg olyan gyanús oldal van ott fönt, hogy én nem tudom, annyira nem értek hozzá, hogy eligazodjak rajta, és a fórumokon is így néztem. És így igazából azért hívtalak téged, hogy van-e más, ami nem a Demon Tools, de erre való, hogy mondjuk ilyen ISO-fájlokat be tudjak olvasni, és mondjuk tisztább vagy, nem hát tudom, biztonságosabb szoftver. A Windows. Windows 10. A Windows 10 például ezt alapból tudja, nem kell hozzá már Demon Tools. Sőt, lehet, hogy már 8-as is tudja. Mit használsz? A joghoz szó. Na most bocs, mert csak viccnek szántam. Hogy... De milyen Windows-t használsz? Természetesen 10-est, és hát én ezt nem tudtam. Hát pedig már Windows azért... 10, ez tudja olvasni az ISO-kat, mint így. Most az, hogy meghajtó tud-e belőle csinálni, ebben nem tudom, nem vagyok 100%-ig biztos, de hogy magát a képfájlokat kezeli, az biztos. Tehát bele tudsz tekinteni, és tudsz belőle dolgozni, csak nem biztos, hogy meghajtóként fel tudod mappelni, de még az is lehet, hogy azt is meg lehet vele csinálni egyébként. Ha mondjuk ilyen ISO-fájt felszednék telepíteni, gondolom nem nagy meglepetés, hogy ez a célom. Azt is hát, tudja a Windows 10? Hát jó kérdés, nem tudom. Az biztos, hogy kezeli. De hogy milyen módon kezeli, azt nem tudom. Hát mivel bele tud nézni, és valószínűleg képfájként kezeli, hát ha abba ugyanúgy elindítasz valamilyen telepítést, szerintem az működni fog. Na, az jó. Mert én ezt a Virtual Clone Drive-ot olvastam, hogy az elvileg ugyanilyen és egy egyszerű, meg tisztább, csak erről akartam kérdezni a véleményed, vagy a kedves nézőknek. Hát figyelj, bevallom őszintén, én nem nagyon használok ilyet, ha használnom kell valamilyen okból kifolyólag, bár már nagyon rég, most nem is tudom mire használtam, de én is a Demon Tools-t használtam hozzá, tehát hogy csak hát okosan kell föltenni. Úgyhogy... Hát, jó. Jó. Köszönöm szépen akkor a segítséget. Halli, jó. Szia, szia. Szia. Na, hello, Laci! A Demon Tools az annyit szeretnék hozzászólni, hogy én is telepítettem nemrég egy ismerősöm gépére, és van egy rész, az a baj, hogy most én nem akarom végigmenni a telepítőt, mert nem akarom felrakni figyelj, a gépemre. Töltsük le, hát nézzük meg, most összevírusozom maximum én is a gépmel. Mi baj lehet, ugye? Az a lényeg, hogy itt telepítés közben van egy rész, ahol írja ezt a... Hát én nem nevezném vírusnak valamilyen reklámbaromságot. Demon Tools.hu, tehát hogy és... érezzük, hogy magyar doménye is van. Elvileg én úgy tudom, hogy nincsen, de lehet. Azért Demon Tools.hu per letöltés. Innen le lehet tölteni, hogy ez most mennyire biztonságos oldal, hát most majd mindjárt kiderül. Hát csak alertel itt nekem, és az egyébként a Lite-ot tölti le automatikusan. Nézzük. Én úgy tudom, hogy Demon Tools, és úgy van írva Demon Tools, hogy a Demon meg a Tools között egy kötője, és .cc. Én azt úgy tudtam, hogy ez a hivatalos van, de lehet, hogy az sem. Csak van itt egy magyar oldal ezek szerint, ami egyébként tele van reklámokkal, tehát igen. Úgyhogy, sőt, gyakorlatilag az egész oldal reklámokból áll, úgyhogy ennyi. És ott közben, ugye telepítés közben ki kell nyomni, rá kell nyomni egy exit, felhívja a figyelmet, hogy ezt megteszed, megszakad a telepítés, de nyugodtan ki lehet lépni, mert a Demon Tools felrakja, de azt a kis reklámizét azt nem tudja. Tehát ilyen trükkje van neki. Amúgy van. Jól mondtad, a Windows 10 az kezeli az ISO formátumot, igen. És a Windows intézőt kell hozzá társítani, és egy külön meghajtót fog neki hozzá csinálni. Hát akkor ennyi, lehet leválasztani, hát akkor nem is teszem föl. Nem is kell neked. Igen, csak azt nézem, hogy egyáltalán tényleg mit tesz föl, tehát most itt a telepítés gyorsan végignyomjuk. Igen, személyes licensz. Nagyon csúnya egyébként a weboldala, megmutatjuk. Tehát, hogy ez itt a weboldal, kérem szépen. Tehát csak Google-ös hirdetések vannak rajta. Gyönyörű, nem? Na ezek azok az oldalak, amiatt megértem, hogy az emberek reklámblokkolót használnak, mert ilyen weboldalt csinálni, hát ez a leggyönyörűbb tényleg.
Mondom, de mivel... a Timontus CC az nem is így, teljesen nem így néz ki. Persze, ez nem az, mondom, ez egy magyar oldal. Gondolom, hogy valaki csinált rá egy domaint, és csak ezt föltette rá, hogy ugye az ember rákeres, akkor bekerül a keresőbe, pláne Magyarországon, és tőle fogja mindenki letölteni, ergo tök jó, hogyha ő tök sok reklámot odarak, akkor ugye ebből jó pénzt keres. Ügyes, nincs ezzel gond. Jó, na. Hát és úgy tudja ugye leválasztani, hogy bemegy a saját gépbe, és meghajtóra rányom, ugye alatt Windows 10 egy kiadás, és akkor eltűnik a virtuális meghajtó. Hát akkor ennyi, akkor tényleg nem is kell. Az a baj, nem tudom mit most megmutatni, mert nekem nincs izóma gépemen, semmi nincs fönn izóba, úgyhogy... Akkor lehet szükség ilyen más virtuális meghajtókra, hogyha nem izó formátum, hanem mondjuk a Nero-nak ugye ez a NRG, vagy mit tudom én, milyen kiteljesztései vannak, meg egyéb formátumok is még vannak, azt sajnos a Windows 10 alapból nem kezeli. Bár én legutóbb találkoztam egy ilyen nem iszó formátummal is, nekem van a gépemen egy 7-zip nevű ingyenes tömörítő program, és rányomtam, hogy bontsa ki egy mappába is, nem kellett felraknom. Egyébként igen, a 7-zip is ki tudja bontani az izókat. Mondjuk az nem tudja real-time kezelni őket, azt hiszem, de bele tud nézni, és ki lehet belőle csomagolni. Tehát, ki lehet csomagolni csak... az egész tartalmát, és akkor ugyanúgy fel tud telepíteni, csak maximum tényleg ki kell csomagolni, és ennyi. Aha. Aztán még szerettem volna mondani, hogy hol van ez a... értesítés a Windows Phone-ba, úgy van, hogyha legördít legalulra, ott van minden alkalmazás, és utána van egy gépház nevű ikon, azon belül a rendszer, és ott van, hogy értesítés és műveletek, hogyha erre rányom, akkor betöltődik ez a kis ablak, és le kell gördíteni, és ott van egy olyan, hogy miknek van jogosultsága értesíteni, és egy olyan ikont kell keresni, mint egy telefonkagyló. És hogyha annál ott van, hogy be, akkor elvileg megkapja az SMS-ekről az értesítést. Hogyha el van húzva a csúszva, hogy ki, ugye, tehát ne kapjon róla értesítést, akkor nem fog értesítést kapni az SMS-ekről. Na, hát akkor Bálint, remélem, hogy hallottad Lacit, ha nem, akkor tekerd vissza az adást, vagy nem tudom, vagy majd nézd vissza. És akkor próbáld meg ezt, jó? Ezt tudjuk akkor tanácsolni. Laci, köszönöm szépen! Várj, még kicsit húzom. Na, hogy mi csak? Hátradőlök, figyelj! Windows Update Advisory, úristen, nem tudom beszélni, ki sem mondom, tudjuk, szóval miről van szó, ami felajánlja a Windows 10 Update lehetőségét. Van, hogy hiába írjuk be a keresőbe, a nevét nem adja ki, pedig a telefon jogosult lenne update-ra. Olyankor azt lehet csinálni, hogy ez a, vagy ott a cikkbe, amit ugye néztetek a HVSV-s, vagy a Microsoft oldalán van róla hivatalos link, és arra rányom, akkor bejön a böngészőbe a áruház oldal, és ha ott rányom, hogy letöltés, akkor elkezdi leszedni. Nem tudom, hogy ez miért van így, hogy nem jön be a keresés, mert betűről betűről lett megnézve, hogy mi a neve, is biztos, hogy jól lett beírva, de nem jött. Akkor meg még lehet, hogy a nem tudom milyen keresőt használnak, de még lehet, hogy nincsen benne normálisan, ugye a keresőknek az idő, amíg befrissülnek. És mivel itt egy pár órája adták ki, hát lehet, hogy még nincs benne rendesen a keresőbe, de lehet, hogy mit tudom én, egy-két óra múlva már elérhető lesz. Én erre tudok gondolni. Reméljük, de így be lehet hozni, hogyha a cikkből rányom a linkre, és akkor megtalálja a telefon. Oké. Okay. Na, jól van, Laci. Más valami? Más nem, ennyi. Oké, okay, köszönöm szépen. Hello. Halihó, szevasz. No, hát akkor most Windows 10 láz van, úgy érzem, úgyhogy a Windows mobilosok akkor most nagy lázban nekiállnak frissítgetni, kíváncsi leszek a tapasztalatokra, úgyhogy majd osszátok meg velünk. Na nézzük, Roland is itt van, szia Wendy, szép estét, ezek most a világ legértékesebb márkái, hát nem lepődünk meg a sorrenden, itt van a Google, a Samsung, az Apple, és még sorolhatnánk Facebook, és így tovább, ezzel kapcsolatos cikket el lehet olvasni, kérem szépen. Aztán Dávid szerint csúszik a hang. Hát Dávid, nálad mindig van valami probléma, én azt veszem észre. Vagy csak akkor írsz nekünk, hogyha mindig van valami probléma, remélem nincsen. Aztán Tomi kérdezi, szia Wendy, magánszemélyektől vásárolt bontatlan OM XP-hez kell-e adásvételi szerződés, matrica van hozzá. Azt nem értem, hogy mit bizonyít, hogy valaki mástól vettem meg, bárki írhatna egy ilyet, max arra lehet jó, hogy az eladó aláírja, hogy nem használja ezt a termékkulcsot, köszi király a műsor. Köszönöm szépen. Hát nem is lehet több termék, tehát hogy ugyanazt a termékkulcsot használni elvileg.
legalábbis vannak olyan termékkulcsok, amik ugye csoportos licenszről szólnak, azokat lehet többen is használni, de egy-egy magánhasználatra, pláne OEM verziónál, ott elvileg csak egy kulcsot tudsz használni, tehát ha már valaki azzal a kulcssal telepített egy Windows-t, akkor nem fogod tudni ugyanazzal a kulcssal, illetve föltelepítéve csak föl tudod aktiválni, nem fogod tudni. Úgyhogy ez lesz itt a gond, és hát hogy kell-e adásvételi szerződés, hát most figyelj, ha hivatalosan adsz el valakinek valamit pénzért, akkor oda minden esetben kell, tök mindegy, miről beszélgetünk, egy szoftverről, erről a bögréről, vagy tök mindegy, hivatalosan kell. Ha persze ajándékba adod, vagy havernak adod, most azért érezzük, hogy tehát most én ilyet nem mondhatok, hogy nem muszáj, mert muszáj, csak tehát, hogy pont azért, mert megkérdezted, most azt mondom, hogy igen, muszáj. De egyébként a kutya nem tudta volna meg, hogyha ezt nem kérdezed meg. Jó, menjünk tovább. Demon Tools helyett Virtual Clone Drive-ot ajánlja Józsi is, 100%-a nincs benne vírus, ennyi. Aztán Attila írja, szia Vendi, tavaly nyáron volt egy 520-asom, egy ideig Insider segítségével volt rajta Windows 10, amikor bootolt, az ablak alá írt valami olyas, mint hogy not for release, vagy valami, az még bugdácsolt, PC segítségével tudtam végleges Windows 10-et. Rátenni, gondolom, hogy jó a műsor, have a nice day, thank you very much, kedves Attila, és hát igen, a not for release az valóban azt jelenteti, hogy nem a végleges még, tehát nem a realizált változata, tehát ennyi, igen, tehát hogy ez csak saját felelősségre az ilyen beta meg előzetes verziókat úgy egyébként is. Varga Zoli is megerősített, hogy a Windows 10 tökéletesen kezeli az ISO állományokat, lehet belőle másolni, futtatni, bármit csinálni. Oké. Okay. Aztán alkohol 120%, igen, meg amúgy Google kereső ISO Image Maker, ezt így beírja, az ember is talál egy csomó ingyenes programot, ami ilyenekre jó. Hát igen, nagyon sok ilyen program van, csak pont arra vigyázzunk az ilyen-olyan programokból, amiket még nem hallottunk, meg rákeresünk, meg letöltjük, hogy akár csak ugye a Demon Tools esetében is belefutott ugye a Lajos például ebbe, hogy nehogy az legyen, hogy telepítjük, és ugye vaj, most gyorsan, mert most azonnal kell, és elfelejtjük, hogy ott azokat a kis pipákat, amiket ő pluszba fel akar tenni kis programokat, mondjuk ne tegyük fel, mert azok hozzák utána be a különböző kártevőket a gépünkre, tehát figyeljünk azért oda, hogy honnan mit töltünk le, és mit installálunk, és hogyan installáljuk. Jó? Én csak ezt akarom mondani, hogy ne kapkodjunk, szépen, lassan, megfontoltan, ennyi. Oké, okay, Zsolt írja nekünk, hello, olyan gondom akadt, hogy van egy Galaxy Tab S-em, és nem látja a memóriakártyát, ha újraindítom, utána sem, mi lehet a baj, eddig rendesen működött. Hát Zsolt, itt ugye meg kéne nézni, hogy ezt a memóriakártyát mondjuk más eszköz látja-e, mert abból akkor kiderül, hogy most a táblagépeddel lehet a gond, vagy a telefon, vagy a, mi az a memóriakártyával, mert a más gép jól látja, csak a, tehát mondjuk akár számítógép, akár telefon, vagy bármi más, amiben berakod ezt a memóriakártyát, akkor tényleg a táblagépeddel lehet esetleg gond. Azon belül is, hogy most szoftveres, egy hardveres gondról beszélünk, az megint egy olyan kategória, hogy érdemes lenne, ha van egy másik memóriakártyát, akkor érdemes lenne azt is kipróbálni, hogy mondjuk egy másik memóriakártyát azt látja-e. Tehát, hogy ezeket így igazából végig kell tesztelni. Ha azt se látja, akkor érdemes azért körbenézni mondjuk olyan szinten, hogy érdemes lenne azt a táblagépet esetleg egy gyári visszaállítást nyomni rá, mert lehet, hogy van szoftveres kutyulódás, kavarodás van rajta. Ha ne adj Isten, ez megtörtént és utána se látja, hát akkor meg lehet, hogy fizikailag a, úgymond a kártya olvasójával nem stimmel valami. Akkor viszont szervíz, tehát azzal nincs más, nem nagyon tudsz mást csinálni. A memóriakártya más készülékben működik, ezt kérdezte Balázs is itt a hozzászólásban közben látom, és azt mondta, hogy igen. Hát akkor próbáld meg azért egy fordított esetet is, amit az előbb mondtam, tehát egy másik memóriakártyát. Mert lehet, hogy néha vannak olyan eszközök, amik válogatnak,
tehát hogy bizonyos memóriakártyák nem tetszenek neki. Itt most nem tudom, hogy milyen memóriakártyáról van egyébként szó, tehát mondjuk vettél egy újat, és lehet, hogy azt, mert lehet, hogy nincs megformázva mondjuk, vagy célszerű ezeket adott eszközzel formázni egyébként, tehát nem géppel megformázunk, vagy másik telefonnal, és akkor áttesszük, mert az nem minden esetben működik egyébként, tehát nem minden esetben látja utána. Tehát célszerű lenne, ha fizikailag látszik, akkor azzal megpróbálna menübe megkeresni, és azzal leformázni. De ha fizikailag sem látja, akkor még az is lehet, hogy túl nagy az a memóriakártya mondjuk a tabeshez, ami mondjuk nem egy mai darab a tabes, azt hiszem, hanem egy viszonylag régi táblagé. Lehet, hogy nem tudom mekkora memóriakártyáról beszélünk, de ezek azt hiszem, hogy max 32 gigát, de lehet, hogy még a régebbiek még annyit sem tudnak kezelni. És abból sem mindegy egyébként, hogy milyen gyorsaságú, tehát lehet, hogy ha új kártyáról van szó, egy olyan kártyát vettél, ami lehet, hogy nem jó a táblagépben. Tehát meg kéne próbálni egy régebbi, kisebb teljesítményű kártyával, hogy azzal mi a helyzet. Ha azokat se látja, akkor amit az előbb mondtam, tehát rendszer visszaállítás, mert lehet, hogy szoftveres probléma, ha utána sem működik, akkor viszont behalt a kártya olvasója a készüléknek. Tamás, kaptam egy G2-es típusú készüléket, amin sajnos nem a gyári szoftver van. Kérdés az lenne, hogy vissza lehet-e rárakni a gyári szoftvert, érdemes egyáltalán ezzel foglalkozni, köszi. Hát Tamás, itt az a kérdés, hogy érzékelsz valami problémát. Vissza lehet egyébként, tehát gyártó oldaláról le lehet szedni, szerintem utility is van hozzá, össze kell kötni számítógéppel és úgy meg tudod oldani, vagy hát van, ez ugye telefonok kérdése, tehát nem tudom, hogy ennél a készüléknél hogy van, de az is lehet, hogyha van SD kártya bővítési lehetőség, akkor az SD kártya időkérkönyvtárába bemásolod azt a update.zip, vagy valamilyen fájlt, ami gyakorlatilag, vagy egy bin fájl, ugye ez is változó gyártónként eltérő, hogy milyen formátumban vannak egyáltalán egyébként megadva a maguk a romok. De, és akkor egy speciális billentyű kombinációval, ugye kikapcs, bekapcs egyszerre, vagy hangerő leföl, nem tudom, mert ez ugye mondom, minden készüléknél más, újra kiindítja a telefont, úgymond recovery módban, és akkor felülírja magát gyakorlatilag, és le fogja frissíteni arra a szoftveret, de csak és kizárólag jót töltsél le, tehát gyárít hozzá. Illetve tényleg az a kérdés, hogy mivel van megmahinálva, mert ha ez meg van rútolva és főzött romban rajta, ne adj Isten, még a boot menedzsere is le van már cserélve, akkor viszont ez se fog működni. Tehát akkor igazából sok mindent nem tudsz tenni, maximum ha tényleg a gyárit akarod használni, akkor meg kell keresni az eredeti gyárit, de mert azt hiszem, hogy azért azokat fölteszik az ilyen clockwork-ös megoldások is, ha jól tudom. De hát ez egy kicsit komplexebb történet. Tehát ha ez működik, és nincs vele gond, és tudod használni, akkor nem muszáj egyébként lecserélni. Itt csak a frissítés szempontjából gondolom én, bár ez sem mai készülék, tehát nem hiszem, hogy ez túl sok friss Android ki fog már jönni. Tényleg maximum főzött rommal tudsz esetleg újat rátenni, hogyha mégis újat szeretnél. Így van. Tamás, Fófai Tamás is, ha jól látom, posztolta a Windows 10-es mobil rendszer frissítést, illetve Máté kérdezi, hogy tegnap volt problémám az Android frissítéssel, és itt van pár kép a hibáról, így mi a tipped? Másik kép kommentben van, ja igen, neked volt az, hogy lefrissítetted elvileg egy újabb Androidra, és mégis ugyanúgy 4.4-et ír ki. Hát azt tudom mondani csak amit tegnap, hogy most az, hogy mit mond a telefon, az is egy dolog, de mondtam neked az Elixirt, próbáld meg azzal, hogy az mit mond, illetve csekkolt, hogy biztos, hogy a nem 4.4-et tettél fel, mert ha 4.4.4-et tettél fel, akkor logikus, hogy az van rajta. Tehát most az, hogy újabb, hát lehet, hogy volt benne valami frissítés, tehát az előfordulhat, hogy tehát ez is egy kicsit félreértésre ad okot, tehát azért ebbe is egy kicsit menjünk bele, hogy mondjuk valakinek KitKat van a telefonján. És jön egy frissítés. Az még nem biztos, hogy Lollipop frissítés, vagy nem tudom, Marshmallow frissítés. Lehet, hogy csak a 4.4-hez egy frissítés. Tehát, hogy egyáltalán nem garancia, hogy operációs rendszer verziószám növekedés fog történni. Lehet, hogy csak egy másik verziót kaptál, egy javítást hozzá, vagy valami, mert lehet, hogy volt benne valami hiba. Tehát ez is benne van a pakliban.
Tehát simán elképzelhető, hogy te ugyanúgy egy 4.4-et tettél föl. Tehát erről bizonyosodj meg, hogy mit raktál föl. Lollipopot, marshmallow-t, vagy egyetem mit akartál telefonra fölrakni, mert ha az nem sikerült, vagy sikerült, mert itt azt írod ki, hogy sikeresen frissítette, és mégis 4.4.4 van rajta, hát akkor viszont bugról beszélünk. De ahogy látom, itt van egy olyan update center, atya-gatya, ami azt írja ki, hogy a készüléken már megtalálhatók a legújabb rendszer frissítések. Hát akkor viszont nincs újabb, ha ő ezt írja ki. Az csak egy patch volt az aktuális. Igen, valószínűleg igen, ez egy hibajavítás, vagy egy patch volt hozzá valóban. Tehát, hogy az nem jelenti azt, hogy automatikusan operációs rendszer főverzió növekedés fog történni, egyszerűen csak kapta egy javítást az előzőhöz. Egyébként erre a készülékre már mondtam is, hogy mi ez? Xperia E3, ugye? Igen. Hát erre nem fog kijönni már újabb Android. Tehát ezen szerintem a KitKat a legújabb verzió. Nem is lesz szerintem rá újabb. Ugye? Talán. Hát nem tudom. Szerintem nem fogsz elkapni újabbat. Jó, menjünk tovább. Mátyás írja nekünk, Windows Mobile 10 frissítés, az Update Advisor azonnal telepíthető, ha nem találjátok meg az áruházba az alkalmazást, akkor itt a link, belinkelte nekünk Matyi, köszönjük szépen Matyi. Aztán, mi ez? Tamás, német kis Tamás, üdv, mindenkinek van egy laptopom, aminek egy olyan probléma van vele, hogy amikor aksiról használom, akkor random időközönként, mondjuk 10-15 perc, összeomlik a videókártya driver, és szétcsúszik a kép. Restartolni kell a gépet. A töltőre használom, ilyet sosem csinál. Windows 7-en van, de most próbáltam 8.1-el, és 10-zel is. Van-e ötleted, jó a műsor? Tomi, köszönöm, Tomi. Hát lehet, hogy nem tudom, milyen videókártya van a laptopban, de lehet, hogy egy kicsit izmosabb. És nem tudom, hogy az aksid mennyire tud... ugye, ne felejtsük el, hogy amikor aksidon megy egy laptop, akkor gyakorlatilag úgymond energiatakarékos módban megy. És mondjuk az izmosabb videókártyák, azok nem szeretik az energiatakarékos üzemmódot. Ugye, pláne, hogyha meg vannak terhelve, videót nézel rajta, játszol rajta, vagy valami, akkor elképzelhető, hogy ugye ő jobban ki akarná használni a videókártyát, de a csökkentett, vagy nem csökkentett, hanem az energiatakarékos mód miatt ezt ő nem tudja, és erre így reagál. És azért van az, hogy töltőről, amikor megvan a megfelelő szufla viszont, akkor meg tudja használni. Tehát lehet, hogy ez mondjuk úgy, hogy bug, de nem tudsz vele igazából mit csinálni. Érdemes lehet esetleg a videókártya drivert frissíteni, ez lehet, hogy megoldja a problémát, vagy megoldhatja a problémát, de elképzelhető, hogy ezzel együtt kell élni. Tehát egyszerűen, amikor ilyen úgymond erőforrás igényesebb multimédiás dolgokat csinálsz, akkor dug rá a laptopot a töltőre. Visszatért Laci. Hello, Laci. Hasonló problémája, ugyanez volt, amit mondtál, hogy visszaveszi ilyenkor az órajeleket, és ott a memóriánál volt a baj, a memória órajelet, amikor visszavette energiatakarékos módba, akkor kifagyott a gép, ott valami nem volt jó, és egy BIOS frissítés oldotta meg a dolgot, valamit korrigáltak rajta, nem tudom, hogy ne legyen vissza olyan alacsony órajelre, esetleg még én azt nézném meg, hogy van-e hozzá BIOS frissítés alapokhoz. Igen, ez se rossz ötlet, igen. Ezt is tudjuk akkor ajánlani. Oké, Laci, köszönöm. Hello, hello. Segítséget ismételten. Jenővel folytatjuk, már itt a műsor végén. Szia, Jenő! Hello, szia, Wendy! Halljó. Csak az Xperia-s telefonálónak üzenném, hogy van egy olyan oldal, hogy xperiafirmware.com, és ott meg tudja nézni, hogy az aktuális készülékek, ez melyik a legfrissebb Android verzió. Ha jól néztem, ez az E3, az 2015. augusztusban adták ki, a 4.4.4-hez adtak ki egy valahányos build frissítést, az a legutolsó. Igen, én is azt néztem, hogy itt a kép, a belinkelt kép alapján is én azt látom egyébként, hogy hol volt? Várjál meg kicsit lejjebb, hogy igen, ez egy nyári kiadás gyakorlatilag. Igen, de mondom, az xperiafirmware.com-on meg tudja nézni. Igen, június 3-ai elvileg a
Hát a kernel verzió, hát valószínűleg lehet, egy kicsit utána, utána való dátummal jött ki hozzá valószínűleg egyébként a frissítés, de én is nekem is az ugyanúgy, hogy 4.4.4-nél újabb ezen nem lesz ezen a készüléken. Tehát max főzött rombol. Hát ez már viszonylag régi készülék az, ugye ez már ötös lollipop kijöjjön. Igen, tehát ne álmodozzunk az a baj, gyerekek, hogy nem érdemes két évesnél idősebb telefon, de hogy már némelyik gyártó esetében egy évesnél öregebb telefonra sem fog kijönni újabb Android. Tehát az marad, ami volt, kész. Nem fog. Max frissítések, tehát ha javítás van, azt még lehet, hogy megkapja, de egyébként azt is két évnél régebbi telefonoknál a gyártó nem foglalkozik egyszerűen azzal a készülékkel már, tehát nem valószínű, hogy frissítést kap. Jó, Jenő, köszönöm szépen. Én köszönöm, hogy hozzászólottam. Halló, szia. Van még egy-két percünk, gyorsan még visszatekintünk, hogy van-e még itt valami. Töröcsik Jánosné írja nekünk. Windowsos telefonom van, eddig működött az automatikus mentés, arra is van állítva, most viszont kézzel sem hajlandó menteni, csak kírja, hogy régi a mentés, ha elindítom mentést, akkor lefut, de az időpont nem változik, hogy mentett. Köszönöm szépen, Ágnes. Nos, hát Ágnes, itt egész pontosan most milyen mentésről beszélünk? Tehát, hogy mit mentünk le? Meg hogy hova? Tehát most itt felhőszinkronizálásról beszélünk, vagy melyik mentésről? Mert ugye egy telefonban sok mindent lehet menteni, ugye? Képeket, videókat általában föl lehet szinkronizálni, vagy SD kártyára lementeni, ez minden készüléknél így van. Az automatikus mentés az ugye arra vonatkozik természetesen, hogy ez valamilyen időközönként, vagy valamilyen tevékenység során magától megtörténik, tehát nem kell ezzel manuálisan foglalkozni vele. Nem egészen értem, hogy hol van ez, de egyébként pedig, hogyha valamiféle ilyen jellegű mentés, akkor ezeknek a beállításait kell megnézni adott programok esetén, hogy ott mondjuk nincs-e véletlenül kikapcsolva ez az automatikus mentés. Meg hogy jól vannak-e beállítva mondjuk ha felhőbe való szinkronizásról beszélünk, jól vannak-e beállítva a különböző bejelentkezési adatok. Nem-e változtatott jelszót például, és a telefonon mondjuk ezt nem állította át, mert mondjuk akkor azért is előfordul, hogy nem tud menteni. Mert ha itt se kézzel, se automatikusan nem ment, az inkább valamilyen jellegű probléma, hogy valamiért nem tud autentikálni oda, ahova menteni kéne. És lehet, hogy ezért nem engedi ugye a mentést. Rendben. Jó. Dávidot gyorsan visszajelöljük, mert itt hívni szeretett volna minket. Na most már mondjuk nem nagyon van időnk, úgyhogy most már szerintem ez holnapra marad. Illetve Attila, mi ez? Ezt a képet nem nekem akarták küldeni, a hozzászólásnál volt, én már samsungozok. Ja, vagy igen, tehát hogy a beállítások menüben ezek az értesítési műveletek, ugye Windows mondja, hogy hol vannak. Ezt meg tudjuk mutatni, hogy ugye az előbb, ahogy a Laci is elmondta, gépház, értesítések, műveletek, stb. És itt van a telefon menüpont, ami ugye bekapcsolva van, akkor értesít ugye telefon és SMS esetén. Ha ez ki van kapcsolva, akkor nem értesít. Tehát ez legyen bekapcsolva, és akkor értesíteni fog. Ez a lényeg, köszönöm szépen Attilának is. Jó egyébként, hogy csináltok ilyen capture-öket, már csak azért is, mert ugye nekem például nincs Windows Phone-om, tehát én például ezeket nem tudom megmutatni, sőt igazából megmondani sem nagyon mi hol van benne, mert nincs igazából tapasztalatom vele. Nyomkodni már nyomkodtam, de hát most beállítások menüt, hát azért nem tartom a fejembe, hogy mi hol van, és sajnos demózható oldal sincs, vagy valamilyen ilyen virtuál telefon, vagy valami, bár ha valaki tud ilyet, akkor ajánlhat nekem egy-két ilyen szoftvert, vagy nehogy Isten weboldalt, ahol mondjuk ezeket demózzák, mert akkor ott meg lehetne keresni, meg is tudnánk mutogatni is, de így is jó, hogyha ti elkülditek, ez tök jó, és nagyon köszönöm szépen. Jó, hát ennyi fért a mai Restartban, úgyhogy megköszönöm a figyelmet, természetesen holnap Restart extrával várunk benneteket, Balázzsal, ha minden igaz, és összefoglaljuk a hét legfontosabb újdonságait, eseményeit, úgyhogy számítunk akkor is a figyelmetekre, szevasztok!